Köszöntöm Önöket a konferencián. Azt gondolom, hogy minél kevesebb idő van hátra az Európai Egységes Adatvédelmi Rendelet alkalmazásáig, azzal ellentétes arányban nő a hasonló konferenciák száma. Viszont ez az első olyan konferencia, ahol nem csak a GDPR-ról lehet szó, hanem most már a nyilván mindenki előtt nem ismer, de elkészült az a tervezet, ami az infotörvény módosítását jelenti. Ugyan még nem volt közigállamtitkári egyeztetésen, de nagy valószínűséggel ezen a héten megtörténik, és az októberi ülésre kerül be a parlament elé az infotörvény módosítása. Mi GDPR-ról beszélünk, de ne felejtsük el, hogy nem csak a GDPR kötelező alkalmazása fog megtörténni jövő év május 25-től, hanem a GDPR-ral egy időben hatályba kell léptetni az Európai Unió bűnügyi irányelvének a nemzetjogba való átültetését, illetőleg azokat a módosításokat is el kell végezni az infotörvényen, amely az adatvédelmi hatóságnak az eljárásait szabályozza. Illetőleg szabályozni kell még azokat a kérdéseket is, amelyek a GDPR alapján szabályozhatók. Na most ez egy elég kacifántos törvénymódosítás lesz, nagyon nehezen érthető a törvény. Ez nyilván egységes szerkezetbe kell foglalni a mai infotörvénnyel, plusz ki kell egészíteni a GDPR-ral. Ugyanis az infotörvény módosítása az úgy kell, hogy megtörténjen, hogy részben dereguláció, ugyanis azokat a szabályokat, amelyeket a GDPR tartalmaz, azokat nem tartalmazhatja a nemzeti jog. Viszont ha kivesszük az infotörvényből azokat a szabályokat, amelyeket a GDPR szabályoz, ez gyakorlatilag az összes fogalom, az adatkezelésnek az elvei, ami egyébként a GDPR alapján alkalmazandó a közszféra adatkezelésére is, nem csak a magánszféra adatkezelésére, sőt a bíróságok adatkezelésére is, tehát nincs kivétel ebből a szempontból. Viszont vissza kell tenni ugyanezeket a fogalmakat az infotörvénybe, mert hogy az irányelv, a bűnügyi irányelvbe ugyanúgy meg kell határozni ugyanazokat a definíciókat, amelyek benne vannak a GDPR-ba, plusz ki kell egészíteni azokat a szabályokat, amelyekre felhatalmazást ad az Európai Adatvédelmi Rendelet, és akkor nem érintettük még csak az adatvédelmi részét, de Magyarországon tudjuk, hogy speciális szabályozás érvényesül, vagyis egy törvény szabályozza az adatvédelmet és az információszabadságot, egy hatóság felügyeli a két jogot, amihez hozzá kell még adni, hogy mindazok az eljárások, amelyek ma a hatóságot megilletik, részben a történelmi múlt szempontjából, részben az információszabadság szempontjából, adatvédelmi ügyekben így és információszabadság ügyekben, sőt az információszabadság kontrolljaként az úgynevezett titokfelügyeleti jogkörben a hatóságot megillető úgynevezett vizsgálati típusú, tehát ombudsmani típusú eljárás, valamint a hatósági eljárás. És a hatósági eljárás nem csak adatvédelmi ügyekben van, hanem hatósági eljárási jogkörünk van a titokfelügyeleti ügyekben is. Tehát mindezeket harmonizálni kell, és egy jogszabályba ültetni, ami nem kis jogalkotói feladat. Ami nagyon fontos, és miután megvan az előterjesztés az infotörvény módosítására, legalábbis nálunk járt véleményezésen, sőt egy hosszas egyeztetés volt már a szövegezésnél, ezért
félretettem azt a prezentációmat, amivel általában a konferencia előadásokon a GDPR újdonságait szoktam bemutatni. Nyilván erre lesznek majd előadók, és inkább a magyar szabályozásra térnék illetőleg. Mindenképp szükséges érinteni azt a szemléletváltást, amit az Európai Adatvédelmi Rendelet behoz, ez pedig az elszámoltathatóság kérdése. És tehát félre ne értsék, nem fenyegetni szeretnék senkit, de ugye a tényeket muszáj ismerni. Még akkor is, hogyha nem gyakori a visszaélés személyes adattal bűncselekményi tényállásnak a alkalmazása, bár azért van, ha statisztikákat megnézik. Hogy függ ez a kettő össze? Úgy, hogyha az elszámoltathatóság mit jelent? Az, hogy ugye nagyon fontos dolog, hogy minden adatkezelőnek meg kell felelnie a GDPR-nak, vagyis olyan adatkezeléseket folytathat, amely GDPR kompatibilis, és ugyanakkor nem csak a megfelelés a fontos, hanem ennek a bizonyítása. Vagyis az elszámoltathatóság azt jelenti, hogy megfordul a bizonyítási teher. Jövő év május 25-től nem a hatóságnak kell bizonyítani, hogy egy adatkezelés jogellenes, hanem az adatkezelőnek kell bizonyítani, hogy megfelel a GDPR-nak. Miért mondom ezt a büntető törvénykönyvvel összefüggésben? Azért, mert a büntető törvénykönyv visszaélés személyes adattal tényállása, az tartalmazza, hogy jelentős érdeksérelmet okozva, vagy haszonszerzési célból elmulasztja a biztonsági intézkedések megtételét. Tehát általában, amikor mi GDPR-ról beszélünk, és megnézzük, hogy hogyan változnak a szabályok, akkor legalább ilyen súllyal, még egyszer mondom, legalább, de ami anyagi terheket jelenti, ez jóval nagyobb teher is lehet, az adatbiztonságnak a rendbetétele. Ugyanis a GDPR előírja a megkövetelt ugye, adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések megtételét, ami nem csak szervezési intézkedéseket jelent, hanem hathatós technikai intézkedéseket is, és bizonyos intézkedéseknek a mellőzését önmagában ugye szankcionálja. Az egy más kérdés, hogy alacsonyabb összegben, mint a végső szankció, ami 10 millió euró, 3 milliárd forint, vagy ha bekövetkezik a jogsértés, akár 6 milliárd forintnyi bírság, vagy az éves globális árbevétel 4%-a, ami lehet ennél magasabb is. Ez egyértelműen vonatkozik a magánszférára, a közszférára nem, tehát itt a közszféra vonatkozásában a bűnügyi irányelv kapcsán a jelenlegi tervezet a bírság mértékét megtartja azon a szinten, ami ma létezik, 100 000-től 20 millió forintig, de egyébként ez egyébként is az állam az egyik zsebéből pakolná a másikba a pénzt, tehát ennek olyan nagy jelentősége nincs, hogy mennyi a bírság. Szerintem a közszféra esetleges jogsértésénél sokkal nagyobb a súlya annak, ha ez nyilvánosságra kerül, tehát önmagában a jogsértés megállapítása, ami egyébként a közszféra vonatkozásában még azzal is járhat, még egyszer attól függetlenül, hogy nincsenek ma nagy gyakorlata, de nem tudjuk, milyen lesz jövőre, hogy a bűncselekményi kategóriánál a közfeladat ellátása az minősítő körülményként tekintendő. Tehát ez azt gondolom, hogy mindenképp arra kell, hogy ösztönözze az adatkezelőket. És ebből a szempontból én nem tudok jó hírrel szolgálni a mikro-kis és középvállalkozásoknak sem, még akkor sem, hogyha tudom, hogy hivatalosan
vagy van egy kezdeményezés is egy petícióval, hogy a GDPR-ból, a GDPR bírsága alól változatlanul tartsa meg a nemzeti szabályozás azt a kivételt, hogy első ízben ezek a vállalkozások nem bírságolhatók. A mi álláspontunk az, és az igazságügye is az, hogy ilyen felhatalmazásra a rendelet nem ad lehetőséget. Márpedig nagyon fontos, hogy a rendelettől csak akkor lehet eltérni, ha kifejezetten megengedi a rendelet. Van mikro, kis és középvállalkozásokat védő rendelkezése a GDPR-nak, például az, hogy tehermentesítsük őket azzal, hogy nincs, megszűnik az adatvédelmi nyilvántartásba való bejelentkezés, tehát nincs adatvédelmi nyilvántartás ebben a formában, nincs, vagy megszűnik, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy magának ne kéne nyilvántartást vezetni, de jelenleg mi úgy értelmezzük, hogy nem ad lehetőséget a bírságolás alóli mentesítése. Ráadásul nagyon fontos figyelembe venni, nyilván ez egy kacifántos jogi helyzet, azzal, hogy Magyarországon, meg hát az uniós országok jelentős többségében a személyes adatok védelméhez fűződő jog alkotmányos jog. Ha alkotmányos jogról van szó, akkor az megadja az alkotmányos jog korlátozásának a lehetőségeit. Csak törvénnyel, csak a szükségesség, arányosság, alkalmasság figyelembevételével. Ráadásul a GDPR maga is azt mondja, hogy a célja a hathatós jogvédelem, az Európai Unió alapjogi chartájának a 8. cikkelye alapján, plusz az egyéb szerződések alapján. Tehát a cél nem az, hogy gyengítsük az adatvédelmet, és a magyar kormánynak se az volt a célja, hogy az adatvédelem szintje gyengüljön. Kifejezetten az volt a célja, hogy nem gyengülhet a magyarországi adatvédelem szintje, ezért kell úgy ahol lehetőség van a nemzeti jogba ültetésénél a szabályokat megfogalmazni. A hatály kérdésénél fontos megemlíteni, hogy ugye jelenleg is benne van az irányelvbe, nem sok kísérlet volt erre vonatkozóan. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az én megbízásom vagy kinevezésem 20. december 31-ig szól, addig nem adok esélyt arra, hogy lehessen mentesülni azzal a GDPR alkalmazása alól, hogy a nem elektronikus, vagy nem digitális, vagy nem informatikai eszközzel végzett adatkezelésnél nem, tehát az egyéb adatkezeléseknél nem része a nyilvántartásnak az adat, vagy nem olyan célból kezelik. Akkor egész egyszerűen nincs rá szükség. Az pedig, hogy egy manuális jellegű háttéradatoknak valamilyen formája ne legyen digitalizált nyilvántartásban, azt nem tudom, nem tartom elképzelhetőnek. Nem is volt ilyen lényeges kísérlet, hogy valaki azáltal próbáljon mentesülni a rendelet alól, ezt nem javaslom a jövőben sem, pont azért nem, mert hogy kifejezett célja a rendeletnek az erős, kikényszeríthető és azonos adatvédelem az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy ha azt mondom, hogy Magyarországon alapjog az adatvédelem, akkor ezt megfelelően kell értelmezni a jogalapok vonatkozásánál, ott, ahol lehetőséget ad a GDPR arra, hogy mondjuk egy közfeladat ellátásához szükséges adatokat kezelje az adatkezelő. Ugyanis az infotörvény módosítása azt mondja, hogy ha törvényben meghatározott feladat ellátásához feltétlenül szükséges és kifejezetten hozzájárul az adatalany,
és közfeladatot nem lehet Magyarországon úgy ellátni, hogy ne legyen törvényben meghatározva a közfeladat. Tehát az a generális szabály, hogy a feladatainak ellátásához szükséges, az ilyen szempontból Magyarországon nem fog működni. Egy új szabályozásra hívnám fel a figyelmet, ami viszont eddig nem volt Magyarországon, egy konkrét ügyünk mutatott rá erre a joghézagra, és ezért kezdeményeztem törvénymódosítást. Ez pedig a postmortem, tehát a halál utáni digitális hagyatéknak a sorsa. Ez nem a polgári törvénykönyvbe fog bekerülni, ugye halál után már csak kegyeleti jogok vannak, de mi történik az elhalt digitális hagyatékával? Erre már megvoltak tavasszal a szabályok, de most kerül be az infotörvény módosításába. Tehát az infotörvény fogja tartalmazni főszabályként azokat a meglévő jó gyakorlatokat, ahol még életében kijelölheti az elhunyt személy azt, aki egyfajta gondnokként a digitális hagyatékát kezeli, illetőleg jogosítványokat kap rá. De ha ilyen kijelölés nincs, akkor a hozzátartozók szintén lehetőséget kapnak. Még egy nagyon fontos dolog, ha már itt adatbiztonsági kérdésekről szóltam, akkor a GDPR beépített és alapértelmezett adatvédelméhez kapcsolódóan, ugye meg az, hogy köteles minden műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni, az infotörvény módosítása felsorolja azokat a miket az adatkezelőnek, illetőleg az adatfeldolgozónak meg kell feltétlenül tennie. Tehát például az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását, az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását, személyes adatok jogosulatlan bevitelének megakadályozását, megismerés megakadályozását, tehát van egy felsorolás az infotörvénybe. Ezért említettem azt, hogy ha a főszabály az elszámoltathatóság, átterheljük a bizonyítási terhet, áttesszük a bizonyítási terhet, plusz adunk egy felsorolás, hogy egyébként mit kell megfelelnie, akkor nehéz lesz bizonyítani az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak május 25-e után, hogy megfelel a GDPR-nak, ha nem tudja bemutatni ennek a dokumentumait. Tehát nem tartom mellőzhetőnek azt, hogy minden adatkezelő és adatfeldolgozó a saját adatkezelését mérje fel, hogy mennyiben felel meg a GDPR-nak, és erről legyen egy listája, és ha kell intézkedéseket tenni, azokat meg kell tenni. Tudom, és én az én lelki ismeretem tiszta, mert én minden konferencián elmondtam interjúkban is, hogy én itt a legnagyobb problémát a mikro, kis és középvállalkozásoknál látom, hogy vajon van-e olyan anyagi fedezetük, hogy ezeket elvégezzék. De még egyszer, azt meg nem tartom ki elfogadhatónak, hiszen a GDPR kijátszására adna lehetőséget, ha valaki létrehozna egy mikro vállalkozást és áttenni oda az adatkezelést, mert az nem bírságolható első alkalommal. Az eljárási szabályoknál egyébként a jelenlegi tervezet azért tartalmazza azt, hogy az adatvédelmi hatóság, ha nem kötelező adatvédelmi hatósági eljárást indítani, akkor a jövőben is rendelkezésére áll egyfajta vizsgálati típusú eljárás. Illetőleg, hát ugye azt tudjuk, hogy az adatvédelmi hatóságnak nem csak vizsgálati típusú eljárása lesz, hatósági eljárása is, hanem bizonyos engedélyezési eljárások is. A magatartási kódexek, a magatartási kódexnek való megfelelés ellenőrzése, a BCR-eknek a jóváhagyása is ilyen. A hatósági eljárásnál a jelenlegi tervezet szerint az ügyintézési határidő 120 nap lesz, tehát egy elég
hosszú idő áll rendelkezésre, ami alatt a hatóságnak az ügyeket el kell rendeznie. Ugye itt nem beszéltünk még arról, ami egy jelentős újítása a GDPR-nak, a One Stop Shop intézménye, tehát elképzelhető, hogy jövőben egy magyarországi polgárnak, vagy magyar állampolgárnak az adatvédelmi ügyét nem a Magyar Adatvédelmi Hatóság fogja elbírálni, hanem a tevékenységi központ helye szerinti adatvédelmi hatóság. Ez nyilván egy jelentős változást fog okozni, és viszont az állampolgár szerinti, vagy az állampolgárság szerinti adatvédelmi hatóságnak azért van lehetőség az eljárásra beleszólni, hiszen véleményeznie kell a másik felügyeleti hatóságnak a határozattervezetét, és ha vita van a két hatóság között, akkor az Európai Adatvédelmi Testület, ami a 29-es tanácsadó szervnek az átalakításával jön létre, az fog döntést hozni. Tehát lényeges változások is lesznek. A tervezet szerint az adatvédelmi hatóság megőrizheti azt a fajta audit tevékenységét, amit ma is folytat, de nem így, hiszen erre a GDPR nem ad lehetőséget. A tanúsítási eljárás szerint az adatvédelmi hatóság maga is tanúsító szervezet lesz, ezzel megőrzi az audit tevékenységét, illetőleg a tanúsító szervezeteknek a kiválasztásánál, az akkreditációnál a tervezet a Magyar Akkreditációs Hatóság hatáskörébe utalja az akkreditáció lefolytatását azzal, hogy ebbe az eljárásba az adatvédelmi hatóságot szakhatóságként kell bevonni. És hát miután az időm vészesen fogy, egy dologra szeretnék utalni, ugye annak is jelentősége van, hogy nem csak az alapjog a személyes adatok védelméhez fűződő jog, hanem az alaptörvény azt is tartalmazza, hogy a jog érvényesülését független hatóság ellenőrzi. Ugye itt a hatóság az egyes számba szerepel, tehát az a fajta lehetőség, amit a GDPR felajánl, hogy egy országban létre lehet hozni több felügyelő hatóságot is, de ki kell jelölni a főfelügyelő hatóságot, ez Magyarországon nem történhet meg, mert ahhoz alaptörvényt kéne módosítani. Csak zárójelbe jegyzem meg, ez az egyik indoka annak, hogy amikor arról szól a nem mondom, hogy vita, mert egyelőre még nincs vita, bár nyilván a háttérben azért van, hogy ki kapjon a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtések engedélyezése fölötti kontrolljogot, akkor abból az egészből az adatvédelmi hatóságot nem lehet kihagyni, mert az adatvédelmi hatóság ma is gyakorol utólagos ellenőrzési jogkört, ami nem vonható el, mert ahhoz alaptörvényt kéne módosítani. Egy területen viszont nem lesz az adatvédelmi hatóságnak kompetenciája, mert a GDPR egész egyszerűen megtiltja, hogy a bíróságok peres és nem peres eljárásában, ami az bírósági ítéletek meghozatalával kapcsolatos adatkezeléseknél, a GDPR szabályait alkalmazni kell, de nem az adatvédelmi hatóság az eljáró hatóság. Ebből a szempontból a tervezet a bíróságok szolgálati bíróságainak ad hatáskört, tehát nem hoz létre új adatvédelmi hatóságot bírósági kereteken belül, hanem a szolgálati bíróság első másodfokon kap arra hatáskört, hogy ilyen kérdéseket elbíráljon. Egyébként ma se avatkozunk be olyan formában a bírósági eljárásokba, hogy a bíró miért vett figyelembe egy jogellenesen megszerzett adatot például bizonyítékként,
és ez a fajta szűk értelmezés, ez csak szűken a peres és nem peres eljárásokra vonatkozik. Arra már nyilvánvalóan nem, hogy egyébként a bírósági iratok hogyan kutathatók, vagy esetlegesen hogyan lehet a sajtót tudósítani, vagy esetlegesen hogyan kell az iratokat tárolni. Ez kifejezetten csak az ítélkezéssel összefüggő eljárásokra vonatkozik. Miután az idő véges, és még egy csomó dolgot lehetne említeni, de miután ez abszolút friss, ez az előterjesztés, nem is végleges, tehát ne úgy tekintsék, még azt se tudjuk, hogy ezek a szabályok mennek ebbe a parlament elé. Nyilván nagy részt nem fognak módosulni, de kisebb módosítások lehetnek. Mindenképp kísérjék figyelemmel az elfogadását, hiszen a május 25-ére már úgy célszerű készülni, hogy hozzátenni azokat a nemzeti sajátos szabályokat is, amelyeket az országgyűlésnek az idén el kell fogadnia. Köszönöm a figyelmet!